Más se hallani mostanában, mint azt a kérdés, hogy mit csinálsz szilveszterkor. Ha megvan a programunk, akkor kezdhetjük törni a fejünket azon, hogy mit vegyek fel, milyen legyen a frizurám és a sminkem. A tavaly évben elmaradtak a nagyszabású szilveszteri partik, idén viszont van lehetőségünk kimozdulni, így a nők többsége körültekintéset csinosítja ki magát az óév búcsúztatására és az új év köszöntésére. Ha a ruha megvan, akkor az utolsó simítás a külsőnk szilveszterre való felkészítéséhez a smink és a haj. Ilyenkor érdemes felkeresni a fodrászt és a kozmetikust, hogy újjávarázsolja a külsőnket. Udvari Mónika kozmetikus beszélt arról, hogy milyen is legyen a szilveszteri make-upunk. A szilveszteri sminkeknél nagyon szeretik a csillogást, az élénk színeket, élénk szájszín, Téli sminkeknél alkalmazzuk a highlightereket, ugye, ami kiemeli az arcbőrt, úgyhogy a csillám, a műszempilla, a minden, ami gics, a frizurák készítése terén sincsen másképp. Szilveszterkor szinte mindent lehet. Egy csillogó hajdísz vagy hajpánt, amin strasszok vannak, már is elegánsa és egyedivé teszi a frizurát. Arany, ezüst vagy bronz színű kiegészítők viselése szintén kötelező, hiszen ezek is hozzájárulnak a parti hangulathoz. Erről is beszélt Schneider Nóra Fodrász. Az igazi klasszikus szilveszteri party frizura, ami csillog, villog, tehát be, glit, mindenféle csillogosa, befújva glitterekkel vagy egy-egy rész kihangsúlyozva, vagy egy színes hajlakkal, vagy hajhabbal feldobva, vagy esetleg diszeket bele, ezüst színű, meg mindenféle ilyen aktuális diszek az a kimondottan parti frizura. A szilveszter az az alkalom, amikor el kell búcsúznunk az óévtől, és megnyitni a reményekkel teli új évet. Ilyenkor kicsit félretehetjük a szégyenlőségünket, és bátran nyithatunk az újdonságok felé. A lényeg, hogy a ruha, smink és a hajunk is legyen minél csillogóbb és szikrázóbb.